Drágus Richard vagyok, és az én történetem az körülbelül egy fél évvel ezelőtt kezdődött, vagyis egy picit előbb talán, tavaly tavasszal, amikor megszületett a harmadik gyerekünk, és hát kinőttük az előző házunkat. És elkezdtünk azon gondolkodni, hogy valahova tovább kéne lépni, kéne több hely, kéne több szoba. Nem akartunk új házat építeni, és szeretünk volna ott maradni azon a környéken, ahol lakunk, és találtunk egy nagyon klassz házat. Az egyetlen probléma csak az volt vele, hogy a pincétől a padlásig ezt fel kellett újítani teljesen, totálisan. A feleségemmel dilemmában voltunk, hogy belemerjünk-e vágni egy ilyenbe, hiszen rengeteg rém történetet lehet hallani, hogy nem talál az ember megfelelő kivitelezőt, nem talál szakembert, vagy ha talál, akkor olyat talál, aki nem megfelelő minőségű munkát végez. Rettenetesen szerencsések vagyunk, mert a családunkban van egy igen remek könyves kivitelező. Amikor egy laikus ember berevág egy felújításba, akkor ö, rengeteg olyan problémával szembesül, és olyan kérdésre kell választ adni, amiben nincs tapasztalata, hogy válaszoljon rá. És ezért nagyon fontos az, hogy olyan tapasztalt szakemberrel dolgozhassunk együtt, akibe bízunk, és az is nagyon fontos, hogy ha egy szakemberrel együtt dolgozunk, akkor értsük azt, és, és fogadjuk el az ő döntéseit. És valahogy legyen ez tiszta: ha azt javasolja, hogy egy bizonyos termékcsaláddal dolgozzunk, akkor ez nekünk is legyen világos, hogy ez miért van így. Na most nálunk a kivitelező szakember, aki a fürdőszobákat építette, azt mondta, hogy a mapel dolgozunk. dolgozzunk. Azért nem volt számomra kérdés, hogy ez egy jó választás lesz, mert én folyamatosan láttam az interneten, hogy egyrészt a MAPEL képzi a szakembereket, tehát képez és különböző képzéseket indít innovatív anyagok kapcsán a szakembereknek, másrészt meg egy. Meg, meg egy olyan termék, amit még úgy is ismerek, és úgy is hallottam már róla, hogy még életemben nem újítottam föl semmit, és nem is építkeztem, de a mapei itt tudom, hogy létezik, itt van Magyarországon, és őszintén szóval soha nem hallottam róla túl rosszat. Senki nem mondta azt nekem, hogy leesett a csempa a fürdőszobámban, miután mapei burkoltunk, és nem szitták ezt a céget. Szóval igazából nem volt semmilyen negatív tapasztalatom, inkább pozitív. Noha egyáltalán nem figyeltem a világnak ezen részét eddig. Szerintem a legjobb kivitelező sem tud kiváló munkát végezni akkor, hogyha nem állnak rendelkezésére kiváló minőségű alapanyagok. Nekem a mapejről az a tapasztalatom, hogy eddig nagyon jól szerepelt itt nálunk, ahova beépítettük, nagyon szép és, és mutatós lett. Illetve a másik az a fajta innováció, amit én nagyon szeretek minden termékben. Tehát, ha van egy olyan vállalat, mint a mapej, aki arra is figyel, hogy a ketchup a konyhai fugából, amit a gyerekeim odafröccsentenek, könnyebben tudjam kiszedni, az azt gondolom, hogy jó helyen van az én konyhámban.